A Direkt 36 egy fontos oknyomozó anyagáról fogunk most beszélgetni a lap újságírójával, Marton Kamillával. Jó reggelt kívánok! És itt a nézőinknek úgy vezettem föl, hogy valószínűleg a magyarok többsége az Egyesült Frontról még nem hallott, pedig elég kiterjedt hálózatról van szó, ami a kínai kommunista párt, hát egyébként megdöbbentő a New York Times szerint akár 40 ezeres káder csapattal is rendelkező hálózata. Miért fontos az? Miért gondoltátok, hogy erről egy ilyen mélységű anyagot kell írni? Miben látszik, hogy aktivizálódtak Magyarországon? Igen, ugye elsősorban ez az itt élő kínai közösséget érinti, viszont olyan szinten minket, magyarokat is, hogy többször is megmutatkozott az, hogy ők itt belepróbáltak szólni ilyen politikai vitákba, illetve ugye a Xi Jinping elnök, kínai elnök májusi látogatásán itt Magyarországon is az Egyesült Front például így intézkedett, és ott volt a szervezésekben, és ugye először, amikor Magyarországon erről szó volt, akkor az volt, hogy 2022-ben kijött egy riport, a Safeguard Defenders nevű spanyol jogvédő szervezet riportja, ami azt mondta ki, hogy ez az Egyesült Front, amit ugye a kínai kommunista párt irányít, ez különböző országokban, legalább 50 országban illegálisan működtet rendőrállomásokat, és akkor ezek különböző módszerekkel próbálták a helyi kínai közösséget gyakorlatilag nyomasztani, meg próbálni rávenni őket, hogy hazatérjenek. És hát ugye mondhatnánk azt is, hogy ez gyakorlatilag idézőjelben az ő problémájuk, de egyébként az itt élő kínaiak sokszor már magyar állampolgárok, illetve ugye az egyik fő célja az Egyesült Frontnak az, hogy ezek a külföldön élő kínai állampolgárok egy olyan képet alakítsanak ki külföldön Kínáról, ami nem igaz. Tehát amikor az itt élő kínaiak azt hangoztatják, hogy ők nagyon szeretik az anyaországot, és egyébként Kína egy nagyon-nagyon jó hely, akkor bennünk is egy ilyen fals kép alakulhat. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek a kínai kommunista párt fizetett emberei, és ezt kellene tudnunk róluk, amikor a véleményük eljut a magyar közéletbe, ez az állítás. Hát az, hogy fizetett emberei, ezt egy kicsit vitatnám, nyilván van olyan is, de hogy egyébként ők ilyen különféle előnyök miatt csinálják ezt, tehát hogy például ilyen üzleti előnyök, az itt dolgozó kínai üzletemberek, és nem mindegyik, csak azok, amelyek kapcsolatban állnak az Egyesült Fronttal, például kedvezményesen kapnak termékeket Kínából, és akkor ezt ilyen soft power move-nak hívják, ami ugye azt jelenti, hogy eléred azt, hogy valakit ne rákényszeríteni kelljen arra, hogy a te narratívádat, a te politikai narratívádat ossza, hanem magától csinálja. Hol foghat, mert ugye Kína azt mondja, hogy ezek olyan adminisztratív központok, amelyekben önkéntesek azért dolgoznak, hogy a külföldön élő kínaiaknak segítsenek mindenféle ügyes-bajos dolgaikban. Hol fogható meg, és hol van konkrét bizonyíték arra, hogy ők esetleg illegális tevékenységet végeznek? Ezt ugye a bécsi egyezmény a konzuli kapcsolatokról kimondja, ami egy Kína által is, és egyébként Magyarország által is, meg világszerte elfogadott egyezmény, az azt mondja, hogy ilyen tevékenységeket csak olyan emberek végezhetnek, akiket mind a két ország elfogadott, tehát ezt a személyt ki kell jelölni, és ezt a befogadó országnak el kell fogadnia, hogy jó, akkor ő ilyen dolgokat csinálhat itt. Tehát ez az egyik ország tudta nélkül, ez a dolog nem működik. Milyen konkrét pontokon próbálnak ők befolyást szerezni a magyar közéletben? Ugye a cikk a Fudan Egyetemet említi, azt a kampusz kérdést. Igen, ugye a Fudan Egyetem tervezett kampusza körül még annó Baranyi Krisztina kerület polgármestere kitalálta, hogy átnevezi az utcákat olyan közösségek és vezetőkről, akiket ugye Kína elég durva módszerekkel elnyomolt. Ilyen volt például az ujgur mártírok útja. És ezek a kínai egyesületek, amikről én is írtam, ők például egy közös levelet írtak a polgármesternek, hogy ne csinálja ezt, mert hogy ez sérti az ő
anyaországuk politikai nézeteit, és hogy ők nagyon szeretik Kínát. És hogy de mondjuk ez simán belefér a véleményében tesz szabadságába, hogy elmondhatják, amit erről gondolnak. Igen, ez belefér, csak ezt olyan egyesületek tették meg, idézőjelbe rakva az összes helyi kínai nevében, tehát ők azt mondták, hogy ők a helyi kínaiak képviselői, ami egyébként nem igaz, mert csak azok állnak kapcsolatban az Egyesült Fronttal, akik mondjuk így benne vannak ilyen egyesületekbe. Szóval, hogy ők ezt az összes kínai nevében tették, illetve egy többükről is kiderült, hogy ők kapcsolatban vannak az Egyesült Fronttal, aminek ugye az a feladata, hogy megbízza ezeket. Tehát itt alapvetően az a probléma, hogy nem transzparens, hogy ki kinek a nevében mit mond. Igen. Van-e abban valamilyen logikai bukfenc, hogy ha ők aktivizálódnak, akkor erre mi szükség van akkor, amikor a magyar kormány amúgy is egyre barátibb hangot üt meg Kínával? Igen, ez egyébként egy nagyon jó kérdés, tehát hogy nyilván nyugaton ezek az egyesületek, meg az Egyesült Front sokkal durvábban kényszerül bele szólni ezekbe a dolgokba, tehát így felmerült például Amerikában ipari kémkedés. Viszont nálunk szerintem azért aktivizálta magát kicsit jobban, mert egyébként az egy tök jó dolog nekik, mármint Kínának alapból, hogy a kormányunk jóban van az övékkel, viszont hogyha mondjuk ilyen módon a külföldi kínaiak is elkezdik azt hangoztatni, hogy Kína egyébként egy tök jó hely, és így nincs vele semmi gond, és amit az ujgurokról hallunk, az hazugság, akkor nem csak kormány szinten, hanem ha mondjuk itt megkérdezünk valakit, és ő is ezt elmondja, akkor a mi fejünkben is kialakulhat egy ilyen pozitív image Kínáról. Ugye ismerve azt, hogy mennyire erősödik, éleződik a verseny Kína és az Unió között, mi meg lévén uniós ország, egy ideális esetben hogy kéne viszonyulnia ehhez az Egyesült Fronthoz a magyar szerveknek? Egyébként nem sokkal messzebb Csehország, például az ő kémelhárításuk felismerte, hogy ez egy problémát jelenthet, és elkezdte vizsgálni ezeket a szervezeteket. És annak mi lett a vége? Vagy mik a kimenetelei? Azt még nem tudjuk, meg Csehországban még nem találtak konkrét ilyen, tehát ez egy tavalyi jelentésben volt, de konkrétan az Egyesült Frontot megnevezték, mint olyan szervezet, ami például mondjuk LinkedIn-en az ő embereik, mármint az Egyesült Front emberei ilyen kamu fejvadásznak adták ki magukat, és úgy kerestek meg professzorokat, hogy meséljenek nekik Csehországról. És hogy például ez se lenne illegális, hogyha ezt nem fedett módon tették volna meg. Csak egy nagyon gyors kérdés, a stimmelhet, amit a New York Times értesülések alapján megírt, és a cikkben is szerepel, hogy 2019-es, tehát régebbi adat 930 milliárd forintnak megfelelő pénzből gazdálkodnak? Igen. Ez egy hatalmas összeg. A frissebb információnk erről nincsen? Erről sajnos nincsen, viszont hát ugye azt kell tudni, hogy ez szintén a New York Times nagyon jól megfogalmazta, hogy ez az egész ugye Xi Jinping uralma alatt kezdett el egyre fokozódni, hogy ő arra használja a külföldi diaszpórát, hogy ezzel Kína befolyását növelje, és hogy ők mondták azt, hogy a kínai elnök egyszerre tekint a külföldi kínaiakra befektetés és fenyegetésként is, és ezért próbálja meg minél inkább kontroll alatt tartani őket. De még csak egy fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy tényleg nem arról van szó, hogy minden itt élő kínai ennek a része és tagja, hanem azok, akik kapcsolatban állnak az Egyesült Fronttal. Márton Kamilla, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.